Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ma velünk ünnepel. Megemlékezni és ünnepelni jöttünk ma ide. Megemlékezni arról a szomorú 100 évvel ezelőtti napról, amikor Trianonnál a békediktátum aláírásával szétszakították országunkat. És ünnepelni is jöttünk. Ünnepelni azt, hogy bár országunk a térképen máshol van, a szívünk most is együtt dobban. Kérem, hogy tekintsék meg a Sajó Keresztúri Eötvös József Általános Iskola, az önkormányzat, nagy tiszteletű Tóth Dénes református lelkipásztor és Galló Gábor plébániai kormányzó úr közös megemlékező műsorát. Hazám, hazám, ides hazám, bár csak határidat látnám, látom füstjén, de csak alig, az ég alatt sötétedik. Még azt mondják, nem a füstje, csak a nagy hegyeknek ködje. Felmegynek én a nagy hegyre, annak is a tetejére. Onnan nézem hazám felé, édes anyám háza felé. Édes anyám, gyújts gyertyára, hazamegyek vacsorára. Hadd egyek egy víg vacsorát, melyet édes anyám csinált. Forralj nekem édes tejet, apríts belé lágy kenyeret, s arra kérem Istenemet, hogy el ne hagyjon ingemet, s arra kérem Istenemet, hogy el ne hagyjon ingemet. Vas Albert, üzenet haza. Üzenem az otthoni hegyeknek. A csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek, testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak. Vigyázzatok és imádkozzatok. Valahol fönt, a magos ég alatt, mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia. S ki mit vetett, azonképp arat, mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad. Thank you.
most megásták Magyarország sírját. De Magyarország ott lesz azon országoknak a temetésén, amelyek itt és most megásták az ország sírját. Ezeket a szavakat mondta Apponyi Albert gróf, amikor neki és a magyar delegáció tagjainak felolvasták a trianoni békepontjait. Tisztelt emlékezők! Trianon. Ez a szó a magyar fül számára az igazságtalanságot és az elkeseredettséget, a tehetetlen szomorúságot jelképezi. Némelyeknél ez a kifejezés a jogos düh szimbóluma is. Ugyanis 1920. június 4-én az első világháború végső lezárása során a győztes nyugat-európai nagyhatalma a vesztesként kezelt Magyarországra kegyetlen és igazságtalan békét kényszerítettek. Valamennyi békekötés közt, amilyen volt a legszigorúbb és a legigazságtalanabb, amit a versailles-i Nagy-Trianon kastélyban írtak alá. Inkább diktátum volt, mint szerződés. Hiszen nem hatott semmiféle racionális magyar érv a döntnökökre. Erőből hajtották ezt végre módosítás esélyének teljes kizárásával. A békediktátumot a világháborúban győztes antant hatalmak részéről Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország képviselői írták alá, amíg a háborúban vesztes Magyarország részéről Drasse Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágost népjóléti miniszter látták el kézjegyeikkel. Megbüntettek egy egész nemzetet, több mint 3 millió magyar életét megpecsételve, és további generációk sorát évszázadokra megbélyegezve, Trianon ugyanakkor a dac és az összetartozás szimbóluma is. Bár az erősebb jogán 1920-ban eltiporhattak minket. A magyarság mégis bebizonyította, és bizonyítja máig, semmilyen szerződés vagy igazságtalan dokumentum nem szakíthatja szét a magyarság 1000 éves együvé tartozásának érzését. Országgyűlésünk 2010. május 31-én a diktátum aláírásának napját, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Emlékezzünk Trianon centenárium évfordulójára. József Attila szavait idézve, elegendő a harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, s rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, s ez nem is kevés. Vas Albert, adjátok vissza a hegyeimet. Urak, akik a világ dolgait igazgatjátok, adjátok vissza a hegyeimet. Ne mondjátok, hogy keressek magamnak máshol helyet a világban, mert nincs ennek a világnak helye, ami az enyém lenne azon az egyen kívül. Ne mondjátok, hogy befogadtok ebbe vagy abba az országba, mert nincs azokban az országokban semmi keresnivalóm. Ne mondjátok, hogy lelek magamnak helyet a Cordillerákban vagy a Sierra Nevadán, mert a más egyé azok nem az enyimek. Az én számomra nincs szépségük, és nincs békességük azoknak a hegyeknek. Adjátok vissza az én hegyeimet. És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa, mert milliók váltak földön futókkal játékaitok során, és én csak egy vagyok a millió közül. Számomra nem vigasztalás, hogy millióaknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj. Adjátok vissza a hegyeimet. Urak, én alázatosan elhiszem, hogy nagyok vagytok és hatalmasok. Hogy kisújjatok egyetlen mozdulatára milliók halnak meg, országok cserélnek gazdát és földrészek süllyednek el a tengerek mélységeibe, de mindezeken túl hinni szeretném azt is, hogy tisztelitek az igazságot és a törvényt, amit Isten a világnak adott, és hogy a szívetekben jó szándék szűri át, még a kisújjatok mozdulatát is.
De ezt csak akkor hihetem el, ha eltörlitek a rontást, ami játékaitok nyomán erre a világra rászabadult, és visszaadjátok a hegyeimet. Mind együtt vagytok felelősek ezért a rettenetes játékért valamennyien, kik a világ dolgait intéztétek határokon és drótsövényeken és világ részeken innen is túl, bevallom őszintén, nem érdekel. Sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán. Adjátok vissza a hegyeimet! Testvéreim, emlékező honfitársaim!
Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az szól hozzánk Jeremiás próféta könyvéből, a 17. fejezet 7. és 8. verséből. Áldott az, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a bizodalma, mert olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Kedves testvérek, magyar honfitársaim! 1920. június 4-én hozták létre azt a szégyenletes békediktátumot, amely elragadta tőlünk hazánk területének több mint kétharmadát, és idegen uralom alá kényszerítette a magyarság mintegy 35%-át. Vas Alberttel szólva, mi is mély meghatottsággal és fájdalmas aggodalommal emlékezhetünk erre a nemzeti sors tragédiánkra. Tesszük ezt lelkünkből fakadó következetességgel, mert ezt a tragédiánkat nem akarjuk, de ha akarnánk, akkor se tudnánk elfelejteni. Keressük a megnevezést. Miképp tudnánk röviden, tömören meghatározni a nekünk fájdalmassá lett Trianon helységnév számunkra érvényes jelentését? Nemzeti tragédia, magyar sors tragédia, nemzeti gyásznap, nemzetrontás. Jelenleg a nemzeti összetartozás napjának nevezzük június 4-ét. Sajókeresztúr főterén felállított, trianoni emléktérkép előtt megállva, kisfiam megállapította, hogy olyan a történelmi Magyarország, mint egy fának a hatalmas lomb koronája. És aztán megkérdezte, hogy mikor lesz ez újra a miénk. Ez a tragédia még mindig történelmi igazságtételre vár. De oda lehet tenni egy fájú eseményt, történést az Isten kezébe, és azt mondani, Uram, Te tudod. A dolgok olyan bonyolultak, olyan összetettek. Teljességgel leteszem ezt a nagyon fájó, ezt a nehezen feldolgozható, ezt a jelenleg megoldást nem kínáló dolgot a Te kezedbe, Uram. Rád bízom, és rád bízom magamat is, és nemzetemet is mindenestől. Igen, valahogy így lehet megélni ezt a történelmi igazságtalanságot. Mert van az igaz embernek egy titka, és az a bizonyos folyó mellé ültetett fa szemléletes példa. Lehetséges, hogy a fának a körülményei, az időjárási adottságok kedvezőtlenek. Szárazság és egyéb olyan dolgok, amelyek ellene mondanak a virulásnak és a gyümölcsözésnek. Lehetséges, hogy ez a fa ilyen időjárást él meg. Mégis zöldel, és mégis szüntelen termi gyümölcsét. Hogyan lehet ez? Úgy, hogy a gyökereit láthatatlanul bár, de valóságosan a vízig bocsátja. Van egy titkos kapcsolat, ahonnan táplálkozik, és ezért lehet benne élet, és ezért gyümölcsözhetnek az ágai. Testvéreim, mi annyi sokat tudjuk szidni meg, kárhoztatni a körülményeket. Emberileg szólva bizonyos értelemben van is ebben igazság. De az már nem igaz, hogy a körülmények megakadályozhatják Isten gyermekét, szolgáját abban, hogy Istennek szentelt igaz életet éljen, és gyümölcsöt teremjen. Mert az igaz élet, a gyümölcstermő élet, az nem az ideális körülmények függvénye, hanem egy áldott kapcsolatnak a következménye. Ha bele vagyunk gyökerezve Isten örök szeretetébe, kegyelmébe, akkor legyenek bármilyen mostohák a körülményeink, a családi, a munkahelyi, a történelmi körülmények, akkor is hittel teljes lelki élettől duzzadhat a személyünk, és teremhetjük Isten dicsőségére, embertársaink és nemzetünk javára az Istentől kapott és általa érlelt drága gyümölcsöket. Amen. Ha Magyarország abban a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása,
vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának, hogy legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg. Ezekkel a szavakkal kezdte védőbeszédét Gróf Aponyi Albert, a magyar delegáció vezetője Párizsban. Délelőtt 10 órakor az aláírás kitűzött időpontjában Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirinái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el. Az ászlókat félárbócra eresztették. 10 percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek. Számunkra a Trianon szóban benne van a két vesztes világháború, a felszabadításnak nevezett megszállások, két szörnyű diktatúra, a 2004-es népszavazás, a 20. század végi magyar verések. Sokszor akartak elsöpörni minket a Kárpát-medencékből, ránk uszítva szomszédjainkat is. Mégis talpon maradva, összefogva sikerült fennmaradnunk, bármilyen ellenséges környezetben is le tudtuk győzni a megszállóinkat. Képesek voltunk akár évtizedeket is várni, hogy újra szabadok, önállóak legyünk. Közben megtartottuk nemzeti identitásunkat, erkölcsünket. Mindig tudtuk és hittük, hogy történelmünk, hagyományaink, ezernyi dicsőségünk és bukásunk nélkül senkik és semmik vagyunk. Magyarnak lenni felemelő, ha becsülnek bennünket szerte a világban. Mi magyarok mindig éreztük, hogy a múlt néhány darabját egyszer ki kell hoznunk a múzeumból. Mert van, ami a múlt ugyan, de eleven erős kapocs is, amely ezer esztendővel köt össze bennünket. Mindig is tudtuk, hogy a múltat egyszer be kell vallani. Tudtuk, hogy egyszer majd mindent el kell mondanunk gyermekeinknek. Magyarország kimondta, hogy soha többé nem lehet sarokba állítani Európa legnagyobb nemzeti kisebbségét, a jövőnk nem 10 milliós országban, hanem a 15 milliós magyar nemzetben van. Az országot a trianoni döntés a politikai és katonai kiszolgáltatottságában érte. 1920 után a magyarság 5 különböző országban találta magát. 2020 legyen tisztelgés a magyar nemzet nemzethűsége előtt. Mutassuk be az elért eredményeket, és tegyünk egy új ajánlatot a szomszéd népek felé, mert összefogás nélkül a nemzetek el fognak veszni. De összefogva, együtt talán meg tudjuk menteni azokat. Kívánjuk, hogy legyen erős magyar, román, ukrán és szerb nemzet. Ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy ezek a nemzetek adják meg a magyar kisebbségnek a közösségi jogokat, hogy Közép-Európa népeivel együtt megteremthessük az egységes Európát. Egy az Isten! Yeah.
Uraim, kedves emlékező közösségi Sajókereszt úrán, köszöntöm én is polgármester urat, alpolgármester urat, képviselőket, az egyházi méltóságokat, jegyzőasszonyt, mindenkit, aki itt van. És tényleg nem olyan régnek tűnik, de 10 éve volt itt a környéken az árvíz, azt hiszem itt Sajókereszt úron is, Felső Zsolcán is, 100 évvel ezelőtt pedig elcsatolták Magyarország részeit, viszont 1000 évvel ezelőtt Árpád királyunk a Kárpát-medencét választotta a magyarság hazájának. 1000 éve ez a hazánk, és 1000 év örökségét hordozza ez a föld. A Trianon fájdalmát enyhíteni és az örökségünk elvételét elfeledni, azt hiszem csak úgy tudjuk, hogyha mindent megteszünk azért, hogy magyar a magyarral összeérjen. És mindenki a határon túli Kárpát-medencében nemzetiségtől függetlenül is része és részese ennek az 1000 éves örökségnek. Most merítsünk erőt az összetartozásból, és mutassunk példát az összefogásból, és Trianon fájdalma pedig legyen mindennapi feladatunk itt az egész Kárpát-medencében. Azt kérem, hogy emlékeztessen erre mindnyájunkat. A most Budapesten is, és a Sajókeresztúron is megépült új emlékmű, és Budapesten ott ez a Nemzeti Összetartozás emlékműve az összes magyar település nevével és az emlékezés öröklángjával. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kedves testvéreim, trianoni nemzeti tragédiánk 100. évfordulóján hallgassátok meg Istennek megáldó és megszentelő igéjét, ugyamint az szól hozzánk a 60. Zsoltárból, a 3.-tól 7. terjedő versekből eképpen. Ó Isten, elvetettél, szétszórtál bennünket, megharagudtál ránk, állíts helyre minket, megrendítetted, megrepesztetted a földet, gyógyítsd be sebeit, mert megindult. Szörnyű dolgokat láttattál népeddel, bódító borral itattál minket, de jelt adtál az Isten félőknek, hogy megmeneküljenek az íj előtt. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen. Amen. Boldog asszony anyán, régi nagy pátronán, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk.
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet megalkotta, az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Mindenség királyom, alázattal kérünk, áld meg ezt a határkövet. Te, aki minden egységnek Istene vagy, erősítsd meg összetartozásunkat. E szomorú évforduló alkalmából áldja meg a mindenható Isten ezt a határkövet, és mindannyiunk életét erősítse az összetartozás útján az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.